A kísérlet címe ezüst tükörpróba glükózzal. A kémcsőben található ezüst nitrát oldathoz cseppentsünk néhány csepp ammónia oldatot. Láthattuk, hogy az oldat színe megváltozott, ilyen sárgás-barna színű lett. Ehhez szintén néhány csepp ammónia oldatot adunk hozzá, mert az a cél, hogy víztiszta átlátszó legyen az oldatunk, ami néhány csepp ammónia oldat hozzáadásával tudunk elérni. Látható, hogy az oldat átlátszó lett. Majd ehhez az ammóniás ezüst nitrát oldathoz öntsünk kevés glükóz oldatot. Majd óvatosan rázunk össze. És miután összeráztuk, melegítsük meg borszaszégő segítségével. Nézzük meg, hogy milyen változás tapasztalható. Az ammóniás ezüstnitrát oldathoz glükóz oldatot adtunk hozzá, majd óvatosan melegítjük. Látjuk, hogy az oldat színe fokozatosan kezd változni. És lassan a kémcső belső falára ezüst levonat rakódik rá. Látjuk, hogy elzártuk, ezüstös bevonat jön létre a kémcső belső falán. Ezt a kísérletet ezüst tükörpróbának nevezzük.